A Bárka Fesztiváltól a kulturális életének egyik legfontosabb eseménye közösségformáló ereje van, és azokra a kapcsolatokra emlékezteti az itt élőket, mely a Dunához köti a tolnaiakat. A bárkafesztivál a tolnaiaknak nagyon fontos. Egyrészt a Duna miatt a, a Duna az a tolnaiaknak egy alapeleme volt, és az, annak a megőrzése, megtartása megvan, és hát mivel Dunában hal van, tehát a halfőzés is egy remek tolnai hagyomány, igyekszünk olyan programot összeállítani ekkor, amikor a tolnaiak megmutathatják a saját értékeiket, azt, ami hozzáköti a, a tolnaiakat ehhez az egész hagyományrendszerhez, a Dunához, és ennek az ápolása, hogy történik ma. Most mindenki azt emelgeti persze, hogy a Covid után fontos az, hogy újra össze lehessen jönni, újra lehessen beszélgetni, találkozni, és ez többek között ezt is szolgálja, de hát eredetileg is ezt szolgálta még Covid nélkül is. Egy ilyen hagyományokra épülő rendezvénysorozatnak kell lennie olyan elemeinek, melyek nem mozdíthatóak. Azt hiszem, hogy a halászlé főző. Ebben az idén ugyan egy kicsit változtattunk, mert nem csak halászlé de versenyt indítunk, hanem hal pörkölt főző versenyt is, és ebben is lesznek remek nyeremények. Van is jelentkezőnk nagyon sok, úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen módon folytathatjuk ezt. És hát az, ami a hagyomány, hogy a helyi, a népszokásokat őrző együttesek is föllépnek, fiatalok és idősebbek egyaránt. A programsorozata a hagyományoknak megfelelően egy kiállítással veszi majd kezdetét. Pámernyi Büki Klára kiállítása nyílik itt a hátunk mögött látható magház képtárában, majd a Dunaparton, az Altaripa parkban folytatódik a, a rendezvény, ahol helyi zenekarok, rockzenekarok musikálnak majd, Másnap délelőtt ugyanott lesz a halászléfőző verseny, eddig 24 csapat jelentkezett, ez olyan 400 ember körülbelül, akit ez érint. Büféket, elárusító helyeket is építünk ki ezen a környéken. Tehát a délutáni program 16 órakor indul úgy, hogy a, a gyerek programok a, a játszótér felüli oldalon, majd 16 órakor a tolnai ifjúsági fúvó zenekar kezdi a színpadon a, a produkcióját, és Utána egy órás műsora után a helyi ifjúsági és idősebb ö, csoportoknak a bemutatója ö, kezdődik, és tart körülbelül 18 óráig, majd ezt követően ö, ö, technikai szünet van, hiszen a színpadot szerelék, és fél kilenckor kezdődik majd a Budapest bár koncertje. Az este zárásaként pedig egy látványos tűsó veszi majd kezdetét a Dunavizén. Ez annyit tesz majd, hogy egy edényből magasra lőnek vízsugarakat, amiket különböző színű eh, megvilágítást ér, mögötte tű, lángok gyúlnak majd, és mindez egy hangulatos zenével eh, hozza a, 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 azt, a, azt a programot, amit ugye augusztus 20-ára már megelők ezzel.